A pályaválasztó fesztiválon sok 8. osztályt most járó fiatal vett részt. Az ünnepi köszöntő után aztán bátran és lelkesen felkeresték a standokat, ahol különböző szakmákkal ismerkedhettek. Az EON standjánál jártunk, ahol ez a 8. fiú egyelőre nézelődik, próbálkozik a játékos kihívásokkal, majd kialakul még mi az, ami igazán érdekli. A program kiváló motiváció a pályaválasztáshoz. Nekem megtetszett csak egyszerűen, és ki akartam próbálni, most a barátommal ő is próbálkozik, ide jöttünk. Most körbejárjuk az egészet, most egyelőre ez a második stand, amiben jöttünk, és ennyi. Kurdis Tamás, az EON Hungária csoport műszaki tudásmenedzsment vezetője a pályaválasztási fesztiválon elmondta, nagy kihívás mindazok számára, akik a műszaki szakmák iránt vonzódnak. A fiatalok egyre több irányba nyílnak, egyre több helyre képesek fókuszálni. Mi azért dolgozunk nap, mint nap, hogy ezeket a tekinteteket a műszaki területekre tudjuk irányítani, megismertessük velük a szakmáknak a szépségét, a mindennapi kihívásainkat, azokat a jövővel kapcsolatos gondolatainkat, amik a következő néhány évet meg fogják határozni, és azon dolgozunk itt ezen a rendezvényen is, hogy minél több fiatal tudjunk bevonzani, akikkel majd a jövő kihívásait tudjuk közösen megvívni. A Mi a pálya? Műszaki pályaválasztó fesztivál című rendezvénysorozat évente több mint 10 000 fiatalnak segít a pályaorientációban. Itt Pécsen most mintegy 1500 diákot lát vendégül a rendezvény, és 30-40 kilométeres körzetből érkeztek a fiatalok, hogy válogassanak a jobbnál jobb szakmák közül. Az EON például mind a középfokú, mind a felsőfokú képzésben jelen van, mondta a tudásmenedzsment vezetője. Villamos és gáziparban is 9 helyszínen szakképzésben veszünk részt duális együttműködéseken keresztül. Itt a 14 éves korosztályt már meg tudjuk szólítani, meg tudjuk nekik mutatni azt, hogy miről szól ez a szakma. És természetesen egyetemi programjaink is vannak, illetve a frissen végzett mérnököknek is kínálunk különféle lehetőségeket, hogy meg tudják tenni az első néhány lépést a karrier útjukon. 8. éve rendezi meg a Magyar Elektrotechnikai Egyesület a Mi a Pálya Műszaki Fesztivált. A szervezet feladatának tekinti a műszaki szakember utánpótlás támogatását, mondta az egyesület elnöke Gelencsér Lajos. A célunk az az, hogy azok a gyerekek, akik legyenek általános iskola vége, vagy középiskola vége fele, akik nem döntötték el 100%-ban, hogy milyen pályát válasszanak, kapjanak élmény alapon olyan információt, hogy jó döntést tudjanak hozni. Tehát szüksége van a cégeknek, szüksége van Magyarországnak, a kiművelt műszaki szakemberekre. Ezt támogatjuk, és egyébként meg az elveink között ez már 123 éve szerepel, mert amikor ezt az egyesületet 1900-ban alapították, talán ez volt az első, amit az alapítók felírtak a papírra, mint küldetést. Az eseménysorozat szeptember 27-én Pécsett kezdődött, november közepéig pedig heti váltásokban Szegedre, Győrbe, Miskolcra, Debrecenbe és Budapestre látogat el a pályaválasztó roadshow.